Polgármester úr, bringa piknik, ma már ez is hozzátartozik a város nagy rendezvényeihez szinte, hiszen abszolút megszokott, hogy ezzel indul a nyár. Igen, ez hozzátartozott, hát ugye a járvány sajnos ezt megnehezítette, lehetetlenné is tette, de most nagyon örülök, hogy újra meg tudjuk szervezni. Már az elsőnél emlékszem, hogy nagyon nagy várakozással és nagy lelkesedéssel jöttek a nyíregyháziak. Úgyhogy én most azt remélem, hogy visszakerül az élet a rendes kerékvágásba, a bringa pikniknél is. Nagyon sokan bicikliznek Nyíregyházan is, de hát ehhez kellettek olyan kerékpárutak, amelyek megépültek az elmúlt időszakban. Hány kilométer kerékpárút van most már? Hát most már nehéz összeszámolni, azt mondjuk közel 80 kilométer, hát ez több mint a duplája annak, ami 10 évvel ezelőtt volt. És ugye, ami fontos, hogy hálózattá építettük őket, tehát nyugodtan lehet közlekedni. A legutóbbi a Borbányai kerékpárút volt, bekapcsoltuk a városrészeket, és így már gyerekeket is biztonsággal el lehet engedni. Úgyhogy ez a feltétel adott, de látszik, ha szétnézzünk a téren, hogy van rá igény, úgyhogy egy jó, értelmes beruházás volt. És ez igaz a Nyíregyháza Tokaj közti kerékpárútra is. Annak idején emlékszem, hogy sok kételkedő hang volt, hogy minek ez meg, ki fog arra biciklizni, hát nagyon sokan járnak. Én is megtettem már többször is. Mondhatjuk, hogy nem csak közlekedési eszköz ilyenkor a kerékpár, hanem egy jó kikapcsolódási sport is, meg akár családi program is lehet, például ez a mai? Így van, a mai kifejezetten családi, baráti, társasági program, egy egész napot lehet rá szánni, az időjárás is jó lesz, úgyhogy, de nap mint nap látjuk, hogy akár dolgozni, sportolni, egymáshoz eljárni, összejárni, most már itt Nyíregyházán nagyon sok a bicikliznek. Nagyon-nagyon fontos rendezvény a Bringa Piknik, nem csak azért, mert egy jó szórakozás, meg egy nyári nyitó rendezvény népszerűsíti magát a kerékpározást is? Hát én azt gondolom, hogy a legjobb népszerűsítés a kerékpározásnak az, hogyha ilyen tömegek elindulnak és kerékpároznak, és egy ilyen jó távot megtesznek oda-vissza. Éppen tegnap Sanda Tamással találkoztam Tokajban a Tokaji körforgó felújítása kapcsán, illetve a Tokaji kör, ami el fog indulni kerékpáros kör kapcsán, és éppen azt mondtam, hogy ma lesz ez a rendezvény, ami azt gondolom, hogy legjobb üzenete az, hogy igen, ennek milyen szükség van a kerékpárutakra, mert ilyen tömegek veszik igénybe. És azt kell mondja, nem csak ilyen alkalmakkor, mert hétvégén azért azt látjuk, hogy mennyire kihasznált ez a Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egyik legjelentősebb beruházás volt, ami a két várost ilyen szinten összekötötte. És ez a rendezvény egy nagyon jó példa arra, hogy milyen jól össze lehet 30 kilométeres távolságon belül is kötni az embereket, és nem kell hozzá autó, hanem csak egy kerékpár, és azzal ki lehet tekerni. És ami fontos is, hogy meg lehet inni egy pohár bort is, mert azt nem tiltja semmi, hogy az ember kerékpározik. Meglepetés volt? Ennyire népszerű lett a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárút? Én azt gondolom, amikor először polgármesterről beszélgettünk ennek a kerékpárútnak a megvalósításáról, már akkor éreztük, hogy ez milyen népszerű lesz majd ez a kerékpárút, és ami nekem rettentően jó érzésekkel tölt, amikor látom, hogy a kisgyerekek is felülnek a biciklire, és bevállalják azt, hogy kitekernek Tokajba is vissza. Azt gondolom, hogy ez a legjobb üzenet arra, hogy ez egy milyen fontos beruházás volt, és milyen fontos lépés volt azért, hogy az egészséges életmódra is valamilyen szinten az embereket próbáljuk majd rávinni, rávezetni. És annak idején, mikor elkezdtétek ezt az egész rendezvényt, gondoltátok, hogy ekkora hagyománya lesz és ekkora sikere? Bíztunk ebben, szerettük volna, hogy így legyen, és hál' Istennek így lett. Népszerű nagyon a kerékpározás, gondolom ezt nap mint nap tapasztaljátok. Igen, népszerű, egyre nő a kerékpárosok száma, és ennek örülünk. Nem győzzük hangsúlyozni, ez a mai ez nem verseny, hanem egy szórakozás, egy kikapcsolódás? Nem verseny, nagyon fontos, hogy vigyázzanak egymásra a kerékpárosok. Egy kikapcsolódás, egy sport, a természetben vagyunk, és kerekezünk egy jót. Talán egy ilyen időszak után, mint volt a járvány, jól is jön az embereknek, kicsit kitisztulhatnak a fejek? Igen, minden körülmények között. Szerintem várják az emberek, hogy kijussanak a természetbe és kikapcsolódjanak.